Szervusztok! Ezt a Máriának készítem, ezt a videót megnézem gyorsan egy pillanat, remélem, hogy a neve Mária, igen, szuper, jó. És a videó arról fog szólni, hogy kérte, hogy a kisfiának, ugye van, most értem, nem találom, igen, itt van, hogy fogzománc gyengesége született, gyulladt íny, gyakori fájdalom kíséri napjait. Több helyről is azt választ kaptam, hogy én, mint az édesanyja, illetve az én lelkiállapotom okolható ezért. Nehezen hiszem el, szeretem a kisfiamat. Úgy érzem, egyedül képtelen vagyok ezzel a helyzetet megbirkózni, minden jó szándékom ellenére. Jó, tehát az a lényeg, hogy mi örököltünk egy csomó francot, hülyeséget, ugye a mi őseinktől, mi szüleinktől, a fiad meg örökölt tőled egy pár dolgot, csak ez megint egy olyan dolog, hogy ez nem logikus, ez nem, tudod, az elme, ahonnan minden jön, minden jó, rossz és a csúnya, az nem egy logikus, nem egy lineáris valami. Tehát a nyelvezet az elmének az nem azt, amit mi használunk. Az egy programozási nyelvhez hasonlít, jó? Elmondok egy-két alapötletet, csak annak mindig vannak finomságai, jó? Tehát akinek ez a fogzománc problémája van, valamilyen olyan szinten van bennünk egy hiedelem. És ez a hiedelem ez arról szól, hogy úgy érzik, hogy nincs joguk ahhoz, hogy harapjanak, nincs joguk ahhoz, hogy támadjanak. Ez egy ilyen trauma reakció, mert főleg egy kudarcba vallott trauma. Úgy jön ki, hogy a fogzománc gyengeségen keresztül, mert az a döntés, az a meghatározó döntés lett meghozva valamikor, vagy általad, vagy a te anyu apud által, vagy az ő anyu apujuk által. Tehát ez úgy megy tovább a DNS-en, amíg mi meg nem szakítjuk. Ezért tök jó ezt tudni, mert én is átprogramoztam az egész családomat, tudod. És amikor magunkon dolgozunk, nagyon ilyen profi szinten, akkor 7 generációval vissza, és 7 generációval előre meggyógyítjuk azt az idővonalat. Tehát 15 generáció, amilyenket beleértve, ugye 7, meg 1, meg 7, az 15. Ezeket a generációk meggyógyítjuk, és tudod, ez tök jó. Na most, mikor vannak megoldatlan traumáink, ami rengeteg van, tehát mindenkinek szinte minden innen jön. Tudod, nem akarom itt szajkozni, csak azért mondom, hogy tudod, hogy ha ezt meg tudjátok érteni, akkor nem kell bizonyos ilyen szimptomáktól megijedni, mert tudod, ha mikor minket mondjuk vagy próbáltunk kiállni magunkért, vagy jól megvertek, vagy bármi történt, akkor teszünk olyan kijelentéseket, ami nagyon-nagyon csöndes és halk, tudatalatti persze, és azt mondja, hogy hát nem vagyok annyira erős, mint hittem volna. Okay? Ez tök egyszerűen hangzik, de ennek eszméletlen súlya van. Nem vagyok olyan erős, mint hittem volna. Csak ez mit jelent? Hogy erőtlen vagyok. Okay? És az erőtlenség az pedig egy nagyon-nagyon komoly, ilyen problematikus élethez vezet később, amit ha meggyógyítunk, akkor minden helyre rá. Tehát akinek például hullik a haja, az is erőtlenség. Minden trauma az egyik a több százból, minden traumával történik olyan, hogy mi odaadjuk a személyes erőnket, és erőtlenség, eszköztelenség. A kettő nem ugyanaz, csak mondom, hogy ezek ebbe leszünk, vagy ebbe találjuk magunkat, jó? És utána azt mondjuk, hogy hát nem vagyok olyan erős, mint hittem volna, basszus, most mi van, tudod, a túlélés az mindig egy kicsit próbál logikázni, és akkor azt mondja, hogy nem fogunk tudni harapni. A harapásnak a spirituális szimbóluma az a támadás és az önvédelem. Oké? Okay? Tehát, ha nem tudunk haragni, akkor úgy érezzük, hogy védtelenek vagyunk. Ez egy másik árnyoldal, védtelenség. Csomó ember, aki védtelennek érzi magát, az annak immunszisztém problémája is lehet. Hát az a lényeg, hogy ha te magadon átvizsgálod ezt az erőtlenséget, és meggyógyítod,
mi az, amit te nem mersz megharapni? Tudom, hogy lehet, hogy hülyeség, de nem hülyeség. Eszméletlen precíz logikája van ennek. Ki az, aki tényleg legszívesebben leharaptad volna a fejét? Te megijedtél a saját erőttől. Ilyenkor mi, még ha megijedünk a saját erőtön, akkor mi odaadjuk, van egy ilyen, hogy give away our power, hogy angolul, hogy odaadjuk az erőnket, eladjuk el, hanyagoljuk el, pocsékoljuk, hogy el. Van egy másik szó, most nem itt eszembe, tehát a nyelvemben van, de most nem jön ki. És azt történik, hogy ugye majdnem minden kompenzáciát, az ember, a mai ember az már egy több tízezer rétegű kompenzáció. Amit ma látunk, hogy ezek a szimptomák, hogy te is mondod a kisfiúdnak a fogzománc, akkor tudod, itt fáj, ott fáj, ez nem működik, az nem működik, ez mindig kompenzáció, mindig szimptoma, mit tudom, és elkezdesz lemenni 100 réteg mélyre, 1000 réteg mélyre, 2000 réteg mélyre, és akkor egyszer csak ott lesznek a válaszok. És ez azt jelenti, még azt is jelenti, hogy tudod, erőtlenek vagyunk, ez a struktúra, ezt meg kell gyógyítani, amíg nem tudjuk a következő réteget meggyógyítani, amíg ezeket az árnyoldalakat helyre nem tesszük. De nem tudunk asszertívek, vagy nem tudunk bátrak lenni, nem tudna a megjelenésünk olyan lesz, hogy nem merünk szembeszállni valamivel. És ez a nem merés, ez a szembeszállás, tudod, emlékszel, hogy mondtam abban az elme rétegeződési videóban, hogy minden emberben van egy csomó rétegű úgynevezett gyávaság. És ezt azért mondom ki ennyire így bele tudod így a kamerába, a szemetekbe, hogy nem tudod szemétkedni akarok, mert nem, hanem ez egy struktúra, egy elmei struktúra, ami nem csak egy struktúra, hanem egy árnyoldal. És ezt meg kell gyógyítani, ezt a gyenge, gyáva, lemondott, erőtlen, traumatizált részünket. És akkor az fog történni, hogy amikor ez megvan oldva, persze lehet 50 rétege, lehet 200 rétege, nem tudom, csak hogy mondom neked így az alap a lépéseket, amikor ez megvan oldva, akkor egyszer csak az energiája benned eltűnik. Ha benned eltűnik, akkor te az idővonalon, a timeline-on keresztül, te a fiad is elkezd gyógyulni, mivel a fiad, a mi gyerekeink az minket reprezentál egy jövő inkarnációban, csak egy párhuzamos idővonalon. Tehát ott vannak mellettünk, de az a mi jövőnk. Tehát hogyha a gyerekek azt mondják, hogy úgy látszik, hogy a gyerekeink jól vannak, akkor azt mondják, hogy ez jó, jó úton haladok, mert a gyerekem jól van. Jó? De amikor a gyerekedben látsz valamit, akkor az olyan, mint egy indikátor, hogy de egy jelzés, hogy hol. Okay? Én nem szeretem ezt a sok izét, ezt a bűntudat, vagy nem is bűntudat, amit mondtak neked, hogy te vagy az oka. Hanem, figyelj, de erre azt mondom neked, hogy mindenki magáért felelős. És ez igaz még a gyerekre, még akkor is, ha egy éves. Most ezt nem tudja, tehát én értem, tudod, én is felnőtt vagyok, meg szülő vagyok, az én gyerekeim már majdnem 30 évesek, de mikor magadba alázatosan, ez fontos, majd erősítsák egy másik például az alázatosság, maga azt mondja, hogy hú, basszus, igen, már nem legszebben örjöngök, de legszebben leharaptam volna a fejét annak a smuciknak, de nem tettem meg, mert megijedtem, és akkor tudod, jönnek ezek a fedő sztória, a cover-up sztória, és így tovább, és akkor elkezded magadba így visszaboncolni azt, hogy hol adta te oda az erődet, kinek és miért. Ez lehet, hogy nem csak te voltál, lehet, hogy a te anyukád, lehet, hogy a te apukád, és akkor utána ez jönnek az ősök. Hát az egész magyar történelmi miről szól? Levertek, megaláztak, leigáztak, ez olyan erőtlenséghez vezet, tehát az elmény nyelvezet használva, hogy olyan megfosztottságtól, eszköztelenséghez és erőtlenséghez vezet, és enélkül nincs az a bátorság, amivel ki tudsz állni magad. Jó? És ez ahhoz vezet, hogy mikor vannak ezek a dolgok, lehet, hogy többször meg kell majd nézni ezt a videót, mert tudod, rengeteg információt adok, hogy úgy érzi, ugye a gyerek, hogy nem mer kiállni magadéval, vagy magáért, lehet, hogy ez rád is igaz, lehet, hogy apura is igaz, anyura, tudod, és akkor is így tovább. De volt még egy gondolat, és teljesen
Ki elhagyott most elnézést. Mindegy, szerintem ez már elég jó, így jó. Tehát az a lényeg, hogy mi az, amit te le akarsz legszívesebben harapni, de nem mersz. A harapás, mi a agressz, az, a te, az elnyomott agresszivitás. Azt te hogy fejezed ki? Tudod, van egy olyan, hogy passzív agresszivitás. Akkor az igaz rád. Valószínű, mindenkiben megvan minden. Tehát ezt mindig mondom, hogy nem kell tudod személyesen venni, hanem azt mondja, hogy igen, passzív agresszív vagyok, mint az állat. Tudod, legszebben, tudod, törbe csalnám, aztán lebizelném, szétszadiznám. De ezeket a típusú, ilyen nagyon őszinte, nagyon nyers, nagyon, hogy mondjam, nem kifejezetten elegáns részeinket, hogyha fel tudjuk tárni, és akkor azokkal elkezdünk megbarátkozni, integrációs technikákat használni, akkor eszméletlen gyógyulásba kezdünk. És ez fontos mind mindnyájatoknak, mind egyének, és nagyon fontos a kollektívnak. Jó. Hadd még gondolkozok egy pillanat, mert volt valami még, ami úgy nagyon beugrott, és szerintem tök jó lett volna. Ajaj. Jó, nincs. Nem jut eszembe, de ha bármi van, akkor szóljatok. Tehát ez biztos, hogy segíteni fog, mert ez nem most a fogzománcról volt szó, de ez, tudod, igaz, majdnem minden traumára. Odaadjuk az erőnket, mi olyan döntéseket hozunk, ami hiedelemmé válik. Minden hiedelem egy döntéssé válik. A döntésből indul. Hoh, felejtsd el. De minden hiedelmünk egy döntéssel kezdődik. Ez így precíz. Jó? És mit döntöttél a traumatikus eseményekbe? Hogy tudod, több száz ilyen döntés hozunk meg, és akkor azok a döntések, azok elkezdenek egy valóságot, egy realitást formálni, abból egy-kettő jó döntés, viszont a legtöbbet az ego ellenünk használ. Aztán tudod, boldog karácsonyt, mert utána meg elkezdi bújtatni a részeket. Jó? További szép napot! Szervusztok!